Hello, stok, és Tax vagyok, és ez itt a Eskend, vagy hogyan kell kimondani, nevezetű játék. Ez egy free-to-play, és Steamen elérhető. Arról szól, hogy van egy óriás ember, van szó szerint csak simán egy óriás, aki az Istenek nevében dolgozik, és mi azt irányítjuk. És vissza kell szereznünk, hát meg kell szereznünk a területeket. Continue game. Én már játszottam vele egy keveset, gondoltam, kipróbálom először. De az FPS-eim nem lesznek valami nagyok, szóval ezért elnézést. Már lassan tényleg le kéném cserélni a gépet, vagy venni egy felvevő eszközt, aztán majd meglátom, hogy mi lesz belőle. Mert maga a játék amúgy nem rossz. Aha. Igen. Itt most mi van? Aha. Na, sikerült elindítani a játékot. Látjátok, akik mászkálnak rajtam, azok az emberek. Jó, már menjünk, arra kell menni. Jó. Ez itt a mi területünk, igen. Ezzel az istenséggel vagyunk. Lehet választani a játék legelején, hogy milyen istent választasz. És én ezt az istent választottam. Lejárat. Jó. Áj, ezekkel mindig itt találkozok. Remek. Remélem nem lehetett hallani. Csak jobb gomb és bal gombot kell nyomni, más nem igazán. De azokat is lehet kombinálni, amúgy. Aztán van az F betű, azzal tűzgolyót lehet lőni. És van olyan, hogy ha megnyomod az F-et és a Q-t egyszerre, az F-et, vagy a Q-t és az F-et egyszerre, akkor átküldöm őket a másik dimenzióba. Egy másik playerhez. Az embereket meg lehet enni. Sok értelmét nem látom mondjuk még. Vagy csak én nem tudom, hogy mi a lényege. Hm? Hopp, itt vannak-e? Közben, hogyha egyszer kiírja az, hogy E betű, akkor ezt megnyomjuk, akkor vannak ilyen kisebb. Gyere! 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 Ne menekülj! Na ez a betű. R betűvel lehet ilyet csinálni, Q betűvel el lehet dobni a dolgokat, mint például ezt a malacot. Ilyen lassan repül. Ilyen lassú repülést még életemben nem... Hoppá! Innen jöttünk, azt hiszem. Ez még mindig repül. Hoppá! Az embert fogtam meg a hátamról. Ott egy player például. Dobjuk oda neki. Így. Nem. Most. Nem, a disznót már nem tudom megfogni. Jó. Jó. Ezt kinyitjuk.
Szereztünk egy ilyet, ami mínusz 4. Nem, inkább eladom a jó pénzért. Oké. Okay. Gyertek! Gyerünk csak, gyertek, megölök mindenki. Azaz. Ez a beszél. Kilépett a gyerek. Hajlőttem ezek szerint. Inventory azt írja. Ezt meg lehet venni. Hú, de jó. Jó erős. Csak pénzem még nincs rá. Nézzük a kalapácsokat. Melyik az erősebb? Gyengébb, akkor ezt válasszuk most, jó? Aztán... Ja, hogy... Elnézést, ezt válasszuk, igen. Aztán... Aha! Lehet most már tüzet is, meg ilyen apróbb dolgokat vásárolgatni. Fogyasztás. Kétezerbe kerül ez a tűz. Megveszek. Kész. Kipróbáljuk. Aha. Gyeritek? Lövik az emberek a kis szörnyet. Oké. Gyere. Na gyere. Gyere csak. Megölök. Egyel kevesebb. Kapsz egy kis tüzet. Azaz. Hármas szintű támadások. Gyertek csak, gyere! Támadja. Próbálok közben ilyen kisebb kombinációkat nyomni. Többé-kevésbé sikerrel. Ez az, ez most már az én területem. Köszönjük szépen. Level 5. Meghívott egy ilyen versenyre, vagy mire hívott, vagy mi ez? Ezt nem vágom, ez mi? Ott van-e? Aha! PvP! Látnék is valamit a fénytől. PvP-re hívott, igaz? Gyerünk!
Megnyertem. Ez az. Nem alázunk ilyen sokszor. Szegény gyereket ne alázzuk ma még egyszer. Ez a beszéd. Jó, menjünk tovább akkor. Hát ötös szintű volt a gyerek, nekem azért a ruháim azok erősek, én alapból a legerősebbet kerestem meg, és vásároltam, nem az ingyenes változatokat vettem fel. És hát gondolom lehet, hogy azért nyertem, mert az életem alig ment lejjebb. Arra. Arra inkább. Erre rövidebb. Kicsit gyorsítunk a futáson. Csak hogy meghalt-e ez a beszéd. Ott itt van valami. Erre elindulunk akkor. Itt is van. Kinyitjuk. És... plusz 9. Akkor ezt használjuk. Elég erősnek néz ki ez az ütései. Aha. Még kaptam egy kis cuccot is. Ez nagyon jó fegyver. Ezt egyelőre hagyom is. Ezt már egész jól tudom ütni vele a szörnyeket. Ez a beszéd. Kettes. Ez az. Ez az. Tapos csak meg. Rúgd arrébb. Az az. Egyre szebb ütések vannak benne. Ilyen kombinációkat muszáj valahogyan csinálnom. Igen, a következő szint. Ó, megint egy új fegyver kinyillódott. Amire biztos, hogy nem lesz pénzem. Még egy fegyver. Hát ez megállás nélkül dobálja ki a fegyvereket, hogy... mondom, én megállás nélkül dobálja ki a fegyvereket. Ez a beszéd. Mehetünk tovább. Igen. Jó. Küldetés. Jó, ott a küldetésünk.
Saját épület rombolás. Mi a? Hogy kerülnek ezek ide? Hát ilyet. Jó, most jól elroboltuk a saját épületünket. Hívunk egy-két ember segítséget. És épületrombolás. Ez tetszik, ez nagyon tetszik. Na, mik vannak? Arra kell menni, jó, akkor menjünk arra. Nem tetszenek az épületek, amik csináltatok. Tessék újat építeni. Mi lehet a következő pálya? Kicsit a fényerőn szerintem visszább húzok. Így. Jó. Ja. Ó, mekkora szent. Jézus Marius Krisztus. Kiszúrom a szemedet. Nem tudom, látjátok-e az egeremet? Jó, itt vagyok. Na, akkor oda kell mennünk, de jó. De gondolom útközben majd még lesznek azért egy-két szörny, mert igen kacskaringós az út. Sőt, biztos is. Gyerek! Roppan szép a fejét. Ádad! Nem tudom, azért eléggé jól összerakott kis free-to-play ez, meg ahhoz képest, amilyen játék csodák szok rajta, hogy egyáltalán ingyen. Szóval általában az ilyen játékok nem annyira szoktak ingyenesek lenni. Na, gyertek ide! Aha, biztos. Jó. Megpróbálok megdobni egy-két embert. Én nem jött össze. De ez a malac, ez sose akar leesni. De iszonyat hatalmas amúgy meg. Ja, a kérdőjárt már megnéztem. Gyertek csak. Taposunk. Lelépett a gyerek. Mi meg megyünk tovább. Ez a beszéd. Oké.
Remek, itt több szintes szörnyek lesznek. Azaz, csapassuk csak neki. Csak úgy repkednek az emberek. Azaz, látom meg, megint egy izét a csimmendet szerettem. Följebb is fejlődtem, ez a beszéd. Egyre több mindent szerzek. Egyre több minden lesz kinyitva. Gyerünk, 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 gyerünk. Nem hagyom, hogy megöljetek. Még csak most jönnek már a Valve 2-es, hát egy jó hosszú egy kis meccs lesz akkor ez. Ez a beszéd. Hogy azt hitt, hogy csak úgy megmenekülhet. Megmondtam. Következő szint. Nincs több szint? Nincs. Jó. Két szint volt csak akkor. Akkor mehetünk tovább? Csákó az itt van. Player. Itt is van egy player. Sisak. Ez kell nekünk, ezt a sisakot egyből vesszük. Ez a beszéd kicsit hülyén néz ki, de... Nem baj. Az a lényeg, hogy véd. De most miért ez? Ah. Miért váltott kést? Azt nem értem. Szerintem azért van most ilyen sok szörny, mert a másik player átküldte a másik dimenzióból ide a szörnyeit.
Nem akar meghalni ez az egy. Hát ezt nem hiszem el. Ötös szinti vagy mi az? És azért... ilyen nehéz. Nem hiszem el. Mindjárt meghalok. Ilyen erőset még nem is láttam, ilyen erős kis szörnyeket. Ups, rossz irányba mentem. Ez most mi? Most beakadtam egy grafika hibába? Igen, úgy tűnik. Igen, úgy tűnik, igen. Remek. Valahol bementem egy grafika hibába, és nem tudok kijönni. Hogy hol én mászkálok? Aztán... Na, csak ki... Nem jöttem ki. De... még így is tudnak támadni, hát ezt nem hiszem el. De nem tudok innen kimenni. Beragadtam a nagy falba. A nagy semmibe. Hát ilyen nincs. Meg kell halnom. Hagyom, hogy megöljenek. Hát, ha most valahol olyan helyre terre meg ki, ahol... You are dead. Na, ez a beszéd. Jó, most gyorsan akkor nyomunk egy inventory-t. És... mi, hogy tönkrement a kardom? Igen. Tönkrement. Meg kell javítani. Remek. Remek, remek, remek. Ami fejleszteni is lehet. Aha. Jó tudni. Ezt eddig nem is tudtam, hogy ezeket lehet fejleszteni. Hát most ezt is megtudtuk. Akkor most a falra vigyázzunk, mert tilos a falhoz oda menni. Mert akkor belaggulok megint oda a nagy semmi közepére. Gyerünk ide visszább. Ez a beszéd. Így, és ezt meglevágjuk a fejét. Volt fej, nincs fej. Meg is szereztük a területet. Ups. Most... vele kell megküzdenem? Gyerünk, 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 azaz! Ez most komoly? Ezzel kell megküzdenem? Menekülsz? Hú, elmenekült.
Jó, akkor menjünk... Merre kell menni? Fölfele, igen. Most már kinyílódott az a terület, jó. Aha! Értem. De... Melyikkel lehet arrébb rakni? Aha, görgivel. Jó. Hát... Egész jó kis játék szerintem. Nekem legalábbis nagyon tetszik. Nem tudom, lesz-e belőle sorozat, de... Vagy több rész egy esetleg, ilyen közbe-közbe bemutató, hogy hol tartok. Igen, erőteljesen szeretettel használom ezt a arrébb ugri-bugrit. Na most folyamatosan egyik helyre a másik helyre teleportálok? Vagy mi? Itt istenek vannak. Háj. Ajjaj. Na, látom, azért nem csak én küzdök. Jézusom, hát ezek jó erősek. De ezek meg fognak ölni. Meg is öltek. Oké, kezdjük előről. Gyerünk! Gyerünk! Meg látszik, hogy van még mit fejlődnöm. Az arrébb lökés dolog, ez nagyon jó. Na ez az. Szedjünk csak életet. Az elbetűvel lehet, hogy legyőzik életet szedni. Most már legalább ezt is tudjuk. Mert én nem szoktam figyelni, hogy mivel töltöm az életemet.
Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ah! Legdarib, legdarib, azaz! Tönkrement a sasakom. Gyenge volt a sisak, ezt nem hiszem el. Csak gyenge az életem, azaz! Adj életet, kutyuli! Azaz! Sokáig bírtam. Na, csak hogy. Thank you. Na, hogy azt mondod, hogy még egy meccs lesz. Hú. Nem bírtam volna. Jó, szerintem lassan ezzel be is fejezem. Még megnézem, hogy hol kötünk ki, mert ha esetleg még egy kis izgalom lesz, akkor azt is felveszem. És nem. Jó ez így. Jó ez így. Oké. Na, akkor köszi szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha esetleg tetszett, akkor lájkoljátok. 10 000 van inventory. Háj, de jó. Megköszerelni. Már nem volt olyan drága szerelés. Mervért is, hát az is már egy kicsit odavág. Az is meg van szerelve. Mi van még, amit... ez is teljesen tönkrement. A csodák szak rajta, hogy nem védett semmi. De minden tönkrement ezzel a meccsel. Hát azért ez még nagyjából jó, ezek annyira már nem. Egy kicsit erősebb fegyver majd jól jönne. Ezt 6000-ért meg lehet venni, egész jó. Ez a 6000-ért. 14000. 12000. Szóval azon gondolkozok, akkor valamelyik fegyvert eladom. Ezt például eladom, mert ez úgy csak kell. Ez gyenge fegyver. Ez maradhat. Ezt is eladom. Kevéske plusz pénz. És megvesszük akkor ezt. Ez a beszéd. Aztán majd fellesszük egy kicsit. Kettesre. Csak egy 100-as kéne hozzá. Kettes fejlesztéshez. Na, hát akkor köszi szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, vagy lájkoljátok a Facebook oldalamat. Link a leírásban. Köszi szépen, sziasztok!